Videófelvételt készítek erről a rendkívül ritka állapotú Denon DRV585-ös dupla kazettás készülékről, kazettásdekről. Már távirányíthatós verziójú, megvan neki a gyári távirányítója. A távirányító egyébként egy rendszer távirányító, ami akár erősítőt, különálló rádiót, különálló CD-t, mindent tud kezelni. A felvételt elindítom a készüléken, lereszettelem, a kazettát is kicserélem, nem erre akarok felvételt készíteni, hanem erre. Egy nagyon használt Sony kazetta, látszik rajta, hogy már tényleg eléggé lelakott formában van, de a felvételre, még erre is olyan felvételt csinál, mint egy új kazettára szinte. A fejek, görgők teljesen vadonatúj állapotúak, kopásmentesek. Ismét elindítom a felvételt, play. Már megy is a felvétel. Lássuk a kivezérlés jelzőt, hogy ilyen kettőig, illetve plusz egyig megy ki. Csoda szép hangú gép. Leállítom, visszapörgetem. Mondjuk ezt tudtam volna innen is csinálni. Visszapörgetem, elindítom. Most indul. Távirányítóról. Leállítom, pont itt volt vége egyébként a felvételnek. Csinálok még egy felvételt, hogy egy jobb minőségű zenével is halljuk azt, hogy mégis hogy dolgozik. Azért halkítom le a zenét, mert sajnos az ismert zenei anyag az szerző által jogvédett zenei anyag tartalom 99%-ba, és a YouTube-ra töltöm fel a videót, előszeretettel letörlik. Visszajátásnál azért majd még illusztrálni fogom, hogy halljad, hogy tényleg hogy vett föl, milyen minőségbe. Vissza is pörgetem. 36 környékén volt. Igen, itt már jó. Na, akkor hallgassuk. Nagyon szép hangja van. Ugyanúgy plusz egyik berki. Köszönöm szépen, hogy megtekintetted a róla készült videót. Tényleg egy csalódásmentes készülék. Megkapcsolom most már. Ja, a másik oldalát is bemutatom, ezt az oldalát, hogy hogy szól. Hát nem ővele készítettem a felvételt, ez egy erősebb felvétel, azért szól így. De a számkereső rendszere, minden app, előre-hátra lejátszása, minden a tökéletesen működik mind a két oldalon. Vissza a másik oldalra. Köszönöm, hogy megtekintetted róla készült videófelvételem, és kérlek, tekints meg róla készült nagyfelbontású képeimet is. Ja, még annyit akarok mutatni, hogy kiveszem mind a kettőből a kazettát.
mind a két fészekben van egy zseblámpa, és illusztrálni akarom, hogy lásd, hogy tényleg teljesen új állapotú a görgök, fejek, a tengelyek, mindenen látszik, hogy újszerű állapotú a készülék. Úgyhogy hiteles lehet az, hogy nyaralóból származik. Nagyon keveset volt használva, inkább csak ilyen születésnap, meg egy-két buli nyaranta, amikor ment egy-két kazetta, ment rajta, akkor is csak, úgyhogy tényleg megkímélt darab. További szép napot kívánok!